És a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóját kapcsoljuk most. Rázga Miklós lesz a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Hát K.L. Csaba néhány perccel ezelőtt ugye mesélt nekünk arról, hogy a MIPA-ban mi a helyzet, de hát ugye a színházaknál sem áll meg teljes egészében az élet. Próbák. Online próbák? Igen. Milyen az online próba? Hát nagyon sajátos, most ez egy kis helyzeti előnyben vagyunk, mert hogyha elkezdett próbát, azért online nem lehet folytatni. Nekünk pont olyan úgy alakult az évadunk, vagy eleve úgy terveztük, hogy most kezdődött volna normálisan két produkciónak is a próbái. Úgyhogy most egy online térben olvasópróbát, asztali elemző próbát remekül lehet tartani, aztán majd a jövő megmutatja, hogy merre fogunk tovább menni, de minden esetben az tökéletesen alkalmas ezek az idők, hogy ne érje minket majd váratlanul az a helyzet, amikor már normalizálódik az élet kis hazánkban. És hát azért szövegtudással, például a dalok bekorepetálásával azért ez egy nagyon nagy időnyereség, és hogyha úgy fogunk neki menni majd a következő évadnak, mert azt hiszem mindenki úgy tervez, hogy ez az évad ez már valahol a kukában ment. Úgyhogy erre nagyon jó, meg hát arra is jó, hogy ahogy talán, mintha tudnék párhuzamot húzni az online oktatás, hogy nyilván senki nem gondolja, hogy egyenértékű a személyes találkozásokkal a tanár-diák viszonyban, ugyanez elmondható a színházra, de azért arra tökéletesen alkalmas, hogy életben tartsuk az agyunkat, frissen maradjunk, bennünk legyen az, hogy valamire mégiscsak készülünk, és nem a teljes feladás jellemez bennünket. Hogyan viselik egyébként tényleg a színészek ezt a helyzetet? Hát először szerintem talán a színész hasonló megint a párhuzamot hoznám a gyerekekhez, hiszen a színész attól színész, hogy ő tud játszani. Valószínű, ahogy én érzékeltem, hogy a kezdeti időszakban mindenki ezt egy érdekes, furcsa helyzetnek gondolta, szerintem, mint hogy az iskolások is, nekem is van egy iskolás gyerekem, ő is baromi nagy izgalommal látta őket ezt az online oktatást, aztán egy idő után már úgy kezd a hócipőjük tele lenni, és már a gyerekek is szeretnek kimozdulni, tehát a színészekben is azt látom, hogy már dolgozhatékuk van, és ahogy én érzekelem rajtuk, azért már ugye online térben találkozgatunk velük, azért nekik is ez egy jó dolog, hogy működünk, vagyunk, életjelet tudunk magunkról adni, úgyhogy ez fontos számukra is. Ha már a gyerekekkel hoztad párhuzamba a színészeket, készültök egy produkcióval, ami, ha jól idézem, ifjúsági használatra szánt történelmi vígjáték. Ifjúsági használatra, ez jó megfogalmazás. Igen, hát mi ezt a csalvanak minden évad végén, közvetlenül a poszt előtt, úgy van egy ilyen kis alnevelés, hogy a Poszt Junior, egy családi fesztiválunk, hát ezt arra szántuk, hogy ott mutassuk be igazi családi előadás, ami hát értelemszerűen azért hogy a műfaj meghatározásban is benne van, meg amikor a családról beszélünk, akkor alapvetően azért a gyerekek, az ifjúság itt az eszünkbe, de olyan előadásokat próbálunk ilyenkor bemutatni, meg ilyenkor erre készülni, ami a felnőttek számára is élvezhető, tehát nem egy ilyen gügyögő. Hát garancia erre Szálinger Balázs személye, aki egy fantasztikus költői művet írt Szent László királyunk legendáiból. Úgyhogy erre készültünk volna erre, úgyhogy ennek az olvasópróbája pont akkor esett volna, amúgy is, amikor ezt így megtartottuk online térben. Na, és hogyha jól figyeltünk a Krisztinával, akkor ugye most operettet is próbáltok, vagy fogtok próbálni? Hát igen, mert ez egy kicsit azért ez egy kényesebb műfaj, mondjuk eleve az operettnek annak nem most terveztük a bemutatóját, azt októberre, de soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, az eredeti tervünket mindent, ugye mindenkinek mindent fölülír, tehát azért az egy jó dolog, hogyha úgy fordulunk majd rá a következő évadunkra, ami lehet, hogy akár hamarabb el fog kezdődni, adja a jó Isten, hogy meg tudjuk tartani például az elmaradt előadásainkat, hogy azért ez minket készen érje, és ne úgy érjen bennünket az újrakezdés, hogy azt se tudjuk, hogy most hogy kezdjünk újra, tehát azért legyen a fejünkben egy terv. Hát így történik az operettel is az, hogyha azért a teljes szövegtudás, teljes a tánc nem is, de a daltudások azokat lehet abszolválni így online térben, bármi meglepő is.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, hát mindenkinek kitartást kívánunk. Sok sikert!